Definíció szerint a szezonális depresszió olyan formája a depressziónak, amely ismétlődő mintát követve legalább 2 egymást követő évben jelentkezik. Viszont mivel inkább a depresszió altípusa, nehéz megmondani, hogy a tünetek szezonális depresszióra vagy a betegség valamely más formájára utalnak-e. Ismeretes, hogy a téli depresszióban szenvedők általában többet esznek és többet alszanak. A nyári depresszió pedig általában alvászavarokkal, csökkent étvággyal és ritkán fogyással jár. A megfelelő terápia és kezelés nagyon fontos, például a téli depresszió esetében fototerápiát, fényterápiát alkalmaznak leggyakrabban. Ebben az esetben is beigazolódni látszik az épp testben, épp lélekmondás. A mentális érzékenységgel rendelkező személyek nem egyformán reagálnak az időjárás változásaira. A légnyomás változás közvetlenül hat a közérzetre, ami a depressziós beteg hangulatát, napi állapotát meghatározza. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy pontosan milyen okok állhatnak a háttérben. Számos elmélet született már, van, aki szerint az idegpályák szabályozási gondjaival hozható kapcsolatba a panasz, de az is egy lehetőség, hogy a jelenségnek genetikai háttere van. Amennyiben a depresszió tüneteit véljük felismerni magunkon, szálljunk időt a kikapcsolódásra. Csökkentsük a ránk nehezedő terheket, figyeljünk a helyes táplálkozásra, a megfelelő folyadék és vitaminbevitelre. Azonban, ha a levertség tünetei nem múlnak, ajánlott szakértői segítséget kérni. A megfelelő terápia hatása már rövid időn belül is észlelhető.